Hát 19 után lehet, hogy a választók nem arra készültek, hogy 24-ben is Győr az egy ilyen főszereplővé lép elő, de most nagyon úgy tűnik, hogy igen. Ön fel volt erre készülve? Hát egy választás az mindig meglepetésekkel járhat, úgyhogy engem nem lep meg semmi. Győrben sem, meg a politikában sem. Az ön jelöltsége, újra választás, az már biztos-e? Hát az a biztos, amikor megszámolták a szavazatokat. De elindul? Nagy valószínűséggel elindulok. És a Fidesz támogatja? Nagy valószínűséggel a Fidesz támogatni fog. Én úgy gondolom, semmi okuk nincs arra, hogy ne támogassanak. Egy sikeres polgármester vagyok Győrből, akin egy olyan időszakban vettem át a város vezetését, amikor erkölcsi válságban volt, hiszen az előző polgármester az bemutatta azt, hogy hogyan lehet úgy vezetni egy várost, hogy urizálnak és egy felső idézőben 10 000 nek a dajdajozása az hogyan működik a városba. Amellett egy sikeres időszak volt az is természetesen, csak hát történt ez a malőr, és ennek következtében aztán ő lemondott, ami egyébként őszintén szóval egy nagyon rendes dolog volt, hogy nem a választás közben mondott le, amikor ez történt, és ezáltal nem játszotta át a hatalmat az ellenzéknek, hanem megvárta a választást. Győr konzervatív városvezetést akart, és ezért utána ugye lemondott, és történt ismételten a választás. Ő pár száz szavazattal győzött egyébként, én meg 7 000-valahány száz szavazattal, tehát itt az egy markáns különbség volt az egészben. És utána aztán ebből az erkölcsi válságból kellett kihozni a várost, illetőleg azok a gazdasági összefüggések, amik itt kialakultak a városban, azokon kellett egy picit igazítani, hogy egy kicsit kinyissuk a várost. A nyitott városvezetés az nem csak annak szólt, hogy szóba állok a lakossággal, megkezdem, hogy jó napot kívánok, mi a panasz, amiben segítetek, hanem abban is, hogy a vállalkozóknak a mindegyike lehetőséget kap, és hogyha tudnak vele élni, akkor élhetnek. Nagyon enyhén vagy diplomatikusan fogalmaz, amikor azt mondja, hát hogy ki kellett diplomata vagyok, tehát igazítani, de hát azért ön is beszélt egyébként erről, de többen, hogy itt azért volt egy polip, aminek úgymond azért egy-egy lábát legalább el kellett nyisszantani. Azért az, hogyha ön ezekbe a gazdasági, korábban jól bemozgott mechanizmusokba belenyúl, az nyilván érdeksérelemmel jár. Nyilván az előző polgármester Borkai Zsolt nem feltétlenül csak saját maga érdekeiben, hanem többek érdekeiben dolgozott. Nyilvánvalóan ez akkor nem csak őt bánthatja, hanem akár más fideszest is, nem? Én nem gondolom, hogy fideszest, tehát ugye azért Győrben nem csak fideszesek vannak, hanem ha azt nézzük, hogy én annak idén 56%-kal nyertem, és 39%-ot kapott az ellenfelem, aki ugye nem fideszes, hanem egy baloldali liberális jelölt volt, akkor azt lehet mondani, hogy azért itt jelentős számban a vállalkozók úgy gondolom, hogy nem párthoz kötődnek, hanem leginkább a pénzhez kötődnek, és ennek megfelelően voltak kiválasztottak, és voltak a többiek. Tehát ez a nagyjából ezt azt hiszem, hogy mindenki látta, tudja, ez változott meg. És nyilvánvalóan, hogy érdeksérelmek értek embereket, akkor én azt mondom, hogy Győrben azért sokkal többen van, akik érdek elégtételt kaptak azzal, hogy több lehetőséget kaptak a különböző munkaterületeken, egyáltalán a pályázatokban, azoknak a megérésében, hiszen itt innentől kezdve egy tiszta dolog indult el. Azt, hogy ott mennyiben nem volt tiszt, ezt nem tudom, mert én nem vizsgáltam az elődömnek a munkáját, hiszen itt építeni kellett, nem pedig rombolni, de ezzel együtt az biztos, hogy kinyitottuk a kapukat, és az egyenlő pályák, egyenlő esélyek megjelentek. Ez természetesen bántott mindenkit, aki korábban kivételezett volt. Nyilvánvalóan van, aki visszasírja úgymond az előző rendszert. Én azt mondtam akkor is egyébként, hogy innentől lett fideszes vezetése Győr városának. Tehát én úgy gondolom, hogy Borkai Zsolt soha nem volt fideszes, sem tevékenységében, sem igazán a lelkében, hanem ő egy olyan szituációban lett polgármester, amikor egy a régi népszerű szocialista polgármester már nem indult, és itt volt egy olyan helyzet, ahol ő meg tudta nyerni, és utána miután a gazdasági helyzet olyan volt, pénzügyi helyzet olyan volt, hogy igazán nem volt nagy teher a vezetőnek a vállán, ezért úgy szépen a város, ahogy kell, Győr város, egy sikeres város, ez sikeres is volt.
Úgyhogy de nyilván nem akarom őt degradálni, tehát a sport létesítmények területén például nagyon sok fejlesztés volt. Az pedig egy másik kérdés már, hogy energetikailag ez hogy lett az egész megépítve, és hogy mit szenvedtünk emiatt most az energiaválság idején. De én azt hiszem, hogy alapvetően nem ezzel kell nekem foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy stabilizáltuk a várost, volt egy Covid hullám, ami nagyon-nagyon nehéz volt, soha nem volt még ilyen világjárvány a mai élő emberek életében, és utána lett egy háború, lett egy gazdasági válság, nem is gazdasági válság, sokkal inkább egy energiaválság, és Győr szenvedte meg ezt a legelőször, mert hiszen itt felmondta a gázszolgáltató, a gázszerződést. Ugye az, hogy miket mondanak erről a tények, azok, hogy ő mondta fel a szerződést, és ezért aztán nekünk a szabad piacon kellett gázt venni. Tehát egyik pillanatra a másikra 9-szeresére ugrott fel a gázára. Azt mondja, hogy sikerült stabilizálni, de azért akár viccesen ön is valamelyik Facebook videóján láttam, amikor gyerekeknek mondja, hogy szerezzenek pénzt, és hát azért vannak arról hírek, hogy vannak nehézségek. Mennyire sikerült most? Hát abban az időben komoly nehézségek voltak, tehát amikor mondjuk a gázszámla 500 millióról mondjuk fölmegy 2,5-3 milliárdra, akkor az brutális emelkedés, és azt mondjuk, hogy a évvége fele kell kezelni. Most nyilván, hogyha az ember viccesen mond valamit a gyerekeknek, akkor abból az ellenzék újságok vonnak le mérves következtetéseket, tehát nem erről van szó, de ezzel együtt azért egészen más volt a helyzet, mint a békeidőben. Azt szoktam mondani, hogy a korábbi 10 évben, hogyha hanyat döltél pénzeszsákra estél, hogyha oldalra döltél pénzeszsákra estél, azt nem volt, aki pofára esett, de ettől függetlenül mi nem estünk pofára. Tehát egy nagyon jó pénzügyi csapatot sikerült a Városházán létrehozni, akik mindig napról napra figyelmeztettek arra, hogy merre menjünk, hova menjünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az itteni cégek is partnerek voltak ebben, hogy az adóbefizetésekkel segítették azt, hogy egyensúly maradjon a város, sőt, tudtunk bért emelni. Tehát gyakorlatilag soha nem látott béremelés volt a közszférában is, a különböző cégeinknél, a dolgozóknál is, és nagyon fontos az, hogy akik kétkezi munkát végeznek, akik nem csak... Tehát akik oda teszik a nap mint nap azért a munkájukat, hogy a város tiszta maradjon, hogy rend legyen, azok is jelentős béremelést kaptak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ugye itt, amit szoktak önnel szemben felhozni, az az óvónők ruhapénze, meg az óvónőknek a kiegészítő pénzei. Igen. Mert ez ugye pont ugyanakkor került elő talán, amikor az autóbérlések ügye is előkerült. Nem, hát ez sokkal korábban. Sokkal korábban az autóbérlésekről is beszéltünk. A ruhapénzzel kapcsolatban ott ugye annyi volt, hogy az óvónőknek az ebédjét fizette az önkormányzat, és miután az volt az elv, hogy senkinek az ebédjét nem fizeti az önkormányzat semmelyik munkahelyen, ezért ezt a juttatást, ezt vegyék el, vagy vegyük el az óvónőktől. Ezek szakmai javaslatok voltak, tehát, de ezzel együtt ezt respektálni kellett, hogy ez így van. Ugyanakkor béremeléseket viszont végrehajtottunk. Tehát egyik oldalon elvettünk, másik oldalon adtunk. Nyilvánvalóan ezt az ellenzék liberális sajtó, akinek egyébként az újságírója polgármester jelöltnek tartja magát most már, és az is lesz valószínűleg Győr városában, ezt egy oldalon mutatta be. Tehát az, hogy ki honnan tájékozódik, nyilván több, a mai világban már több oldalról kell tájékozódni, az ember az igazságot megtudja. Amikor lakbéremelés volt, akkor is az volt, hogy megemeltük a lakbért bizonyos mindenhol, viszont ebből nagyobb segélyt adtunk a szociálisan rászorultaknak. Tehát próbáltuk valahogy egyensúlyba tartani azt a rendszert, hogy akinek kevesebb van, annak úgy adjunk, hogy meg tudjon élni belőle, és akinek több van, az pedig egy szolidaritási alapon fizessen. Mondjuk a lakbéreknél például így is töredéke a bérlakásban a lakbér, mint a szabadpiacon, és az, hogy szociális bérlakás, azért azt világosan láttam, vagy átláttam már az ember, hogy pár év alatt, hogy a szociális bérlakásokban nem szociálisan rászorult emberek élnek, viszont jogi lehetőség nincs arra, hogy ezeket rendezzük, hiszen az otthonuk, és azt nem lehet elvenni tőlük, viszont a megfelelő közterviselés miatt ezeket, hát például a közös költséget az önkormányzat fizette. Tehát minden bérházban a közös költséget nem a lakó fizették, hanem az önkormányzat. Ez nem normális dolog, ezt is helyre kell tenni. Jó, de ugye minden emelés. Például mondok egy példát, amikor kiterjesztjük a fizetős parkoló zónát, akkor vannak, akik háborognak, vannak, akik örülnek. Minden fizetős parkolós zóna lakossági kérés lett kiterjesztve.
Ez azért van, mert nagyon sokan, akik a városban dolgoznak, nem a városban élnek, hanem a város környékén, és ők autóval bejönnek a belvárosba, vagy a város területére, és ahol már nincsen fizetőzóna, ők ott leparkolnak, leteszik az autójukat, és az ott élők nem tudnak parkolni emiatt, és kérik azt, hogy inkább legyen fizetős, mert akkor vehetnek kedvezményes bérletet, és havonta 1000 forintért, ami egyébként ma már 2 gombóc fagyi, parkolhatnak a házuk előtt. Úgyhogy mindennek több oldala van. Az autókról meg csak annyit, hogy akkor tegyük tisztába a dolgot, megnyertem a választást, egy Audi A8-as kocsi volt, amit Borkai Zsolt használt, én kértem, hogy nem ezzel szeretnék menni, mert szerintem egy túldimenzionált dolog. Kérte? Én kértem, kértem, persze. Hát ez tipikusan az eset, amikor beleszorultam egy helyzetbe, mert kértem, hogy nem azzal akarok járni, hanem Mercedes kis busszal akartam járni, most már azzal járok. Az az önkormányzat tulajdona, ugye? Azt a Borkai Zsolt idejében vásárolt az önkormányzat, de egy nagyon szép autó, tehát nincs az eset. Láttuk, gond. Mikor bejöttünk. Igen. Tágas autó. És úgy akkor mondták, hogy Audi városában, Audival kell járni a polgármesternek, nagy nehezen ugye elfogadtam, jó, hát nyilván egy szép, gyönyörű autó, 3,5 évig mentem vele, majd szólt a cég, hogy nem nekem, hanem akik intézik, ügyintézők, hogy lecserélnék az autót, mert el akarják adni, mert értékvesztés lesz belőle, és hozzák az új típust, és mondtam, hogy nem kell, én általában ragaszkodok a dolgaimhoz, tehát nem szoktam ezeket 4 évente lecserélni, és mondtam, hogy írják le, és le van írva, hogy ők szeretnék ezt mindenképpen, vagy vegyük meg az autót. És akkor hoztunk egy döntést, hogy nem veszük meg, akkor vigyék hozzá a másikat, és megjött az új autó. Használtam, nem lebuktattak, tehát nem az ellenzéki újság, Győr leendő polgármester jelöltje, az ellenzéki újságíró leírása a valós, hiszen nem ő buktatott le. Én kitettem a TikTokra egy videót, hogy lám-lám, itt van egy szuper autó, kaptunk vele egy defektet, és nem tehetem meg, hogy az utcán kicserélem a kereket, ahogy szoktam, hanem be kell vinni télerrel egy gyártelepre vagy telepre, ott kell hagyni. Sokkal bonyolultabb az egész, mint normális esetben, és ugye ezt fedezte fel nagy nehezen, nem volt annyira bonyolult az újságíró, és leírta. Majd elmondtam ezt, amit most elmondtam, és utána megkérdezték Borkai Zsoltot, hogy ne haragudjon, Borkai, ez az ön autója? Ó, nem ez, hát hogy lenne már ez, hát ez 3 hónapos, de azt nem kérdezték meg, hogy ne haragudjon, oké, nem ez. Akkor mivel járt korábban? Egy Audi A8-asra ugyanazzal, tehát gyakorlatilag nem ugyanaz a darabbal, de ugyanolyan típussal. Ugye itt nem egy autó bérléséről van szó, ebben nem csak az a kérdés merült fel, mert mondta talán, amikor kirobbant az egész, hogy ön nem tudta, hogy mennyiért bérlik és mennyi autót bérlik. Ahogy nem tudom azt, hogy az A4-es papírt mennyiért veszik a boltba, hogy a tollakat mennyiért veszik a... Értem, más nagyságrendekről, anyagilag más nagyságrendekről beszélünk. Csak annyi a kérdésem, hogy de akkor... Hogy beszélünk más nagyságrendekről? Az A4-es papír a városházán? A cégeknél nem hiszem, hogy az egy komoly nagyságrend. Tehát azért sok papír fogy a hivatalba. Úgyhogy, tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy az ilyen fogyóeszközökkel és egyéb más dolgokkal, ezekkel nem én foglalkozom. Jó, miután nyilvánvaló... ez kiderült, önben volt-e szándék arra, hogy mondjuk átvilágítsa azt, hogy hol folyik el esetleg sok pénz az önkormányzattól, akkor, amikor éppen gazdasági válság van, amikor uszodát be kellett zárni. Nem, bennem, az volt, tehát... bennem az volt, hogy ezzel most nem fognak engem 9 hónapig, hogy mondjam, nyaggatni. Eleve nem akartam ez az autóval járni. Itt nem is és az autó visszaadtam. Tehát de az autóbérlés, tisztázzuk. Azt mondták, hogy ez van, szembesültem vele, visszaadtam. Szerintem ez egy korrekt dolog. És mi a probléma ezzel? Ja, hogy nem lehet tovább ezzel cseszegetni a polgármestert? Hát nem lehet. Tehát visszaadtam, nekem nem kell. Tehát az igaz, amikor alpolgármester voltam, én voltam alpolgármester 98 és 2002 között. Akkor én saját autóval jártam például, mert egyszer szóvá tette valamit a polgármester, hogy én miért használtam az egyik autót, és onnantól, hogy csak saját autóval jártam. Amikor felajánlottak, hát ilyen volt a jutalom. Ugye 35 éves jubileumi jutalmat megkapja az ember, mindenki megkapja az egész országba. Nekem azt üzeni egy DK-s képviselő a tévén keresztül, hogy ő mit csinálna, hogyha ezt megkapná. Hát az, hogy mit csinál, azt nem tudom, hogy mit csinálnak, azt tudjuk, de ettől függetlenül, vagy látjuk. De én azért nem adtam ezt alább, mert úgy gondoltam, hogy ami jár, az jár. És azt, hogy én felajánlom ezt, felajánlottuk, de ezzel együtt nem azért ajánlottam fel, mert nyomás volt rajtam, hanem azért, mert úgy gondoltuk a feleségemmel,
és ha nincs ez a jutalom, akkor is mi szoktunk adományokat adni, senkinek semmi köze nincsen hozzá, hogy én a saját megkeresett pénzemből kinek adok adományt. És senki ne adjon nekem tippeket, hogy mit csináljak azzal a jövedelemmel, ami nekem törvényesen jár 35 év munka után, hanem vizsgálják meg azt, hogy ebben a 35 évben én milyen munkát végeztem. Ólomkötényben, sugárban emberi életeket mentettem. Tehát nem hadováltam mondjuk a parlamentben az ellenzéki széksorokba. Tehát úgy gondolom, én nagyon fontos számomra, hogy a munka tisztelete és megbecsülése az fontos. És azt el kell ismerni. És ha nem ismeri el valaki, akkor nem érdekel a véleménye különösebben, mert nekem ebből a szempontból nincsen én képzavarom, pontosan tudom, hogy ez a munka, amit csinálok, egy magas színvonalú és egy komoly munka, ami az orvosi munkát illeti, és erre törekszem a politikai munkám során is, a városvezető munkám során. Hogy az országos politikába ezek hogy kerülnek be, az egy dolog, de a győriek ezeket hogy értékelik? Hát az majd kiderül, tehát azt megmondják, hogy de nyilván van egy érzete, nyilván választókkal beszélget, nyilván eltelt azóta több hónap. Melyikkel kapcsolatban? Hát van, hát az autó az mondjuk nem több, de az is most már több hónapja. Ezeket én nem tartom. Tehát ugye az a helyzet, ez csalóka. Mert általában, aki az ember valakivel beszél, akkor az általában olyat mond, amit hallani szeretnél. Tehát ritkán mondják azt, hogy na most ez nem volt helyes, vagy nem így kellett tehát volna. Tehát nem tudja, hogy hogyan hatottak ezek az ügyek. Tehát alapvetően ugye én olyan ember vagyok, hogy teszem a dolgomat, és általában ez sikeres. Én gyerekkorom óta teszem a dolgomat, és az általában sikeres. És ezt valamikor van, aki fújolja, és van, aki pedig azt mondja, hogy ez egy tiszteletre méltó dolog. 39% nem rám szavazott az embereknél akkor sem, amikor a választás volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a 39%, ez bár változhat, tehát az embereknek is változik a véleménye, de nyilvánvalóan egy masszív ellenzék, ami pusztán azért, mert a Fidesz színeiben, Fidesz-KDNP színeiben politizálok, pusztán ezért gyűlöl engem. Na most hát ők nyilván ezt egy óriás nagy szenzációnak látják, és minden mást, ami munka, az pedig nem látják különösebben érdemlegesnek. Tehát az emberek véleménye akkor fog eldőlni, hogy kik hogyan látják és mennyien, amikor bedobják a szavazó cédulát és behúzzák az X-et. Az lesz egy biztos vélemény, és akkor nyilván ezt az ember el fogja fogadni, de én úgy gondolom, hogy én meg fogom nyerni a választást. A 39%-ra ön is mondja, hogy egy masszív, és talán ezért mondják azt elemzők, kutatók, hogy Győr lehet annak a példája, amikor nem az ellenzéki szavazatok vannak több párt között megosztva, hanem a fideszes szavazatok. Érzi-e ön ezt, hogy Borkai Zsolt indulásával az ön tyúk szemére léptek rá? Nem. 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 Borkai Zsoltra a fideszes szavazó nem fog szavazni, mert úgy gondolom, hogy itt alapvetően, ha van egy erkölcsi kérdés abban, hogy ő legyen-e polgármester, vagy ne legyen polgármester, én nem gondolom, hogy ez valóban megfordulhat az emberek tömegeinek. Tehát nincs borkai nosztalgia, mitől hát szeret biztos, mondani. Biztos, van egy bizonyos rétegben, amiről beszéltünk, borkai nosztalgiát, hogyne, persze, természetesen, de a többségben biztos, hogy nincsen borkai nosztalgia. És legalábbis pozitív értelemben vett nosztalgia nincsen. És úgy gondolom, tehát én nem látok ebben veszélyt. Nem látok ebben veszélyt, hiszen most derül ki, és most világlik meg, hogy semmi köze a Fideszhez. Sőt, hát gyűlöli a Fideszt, ahogy a megnyilvánulásából látszik. Ő el akarja magát adni nyilvánvalóan, hogy egy politikus el akarja magát indul adni. El akkor ezt nem tudom. Nem tudom, de a gyűlölet az látszik. A gyűlölet az látszik, ennek számos jele van, számos jó dokumentált információnk van erről, amit hát majd adott esetben nyilván, hogyha szükség lesz erre, akkor nyilván kihozunk, de ezzel együtt szerintem azok a megnyilvánulások, amik a sajtóban zajlottak, az, hogy a hölgyekkel kapcsolatban, hogyha mondjuk egy hölgy kap egy virágot a férjétől, akkor azt mondjuk, hogyan minősíti ő, hogy mintha pénzt fizetett volna egy örömlánynak ezáltal a férj. Tehát ezek olyan gondolatok, amiket egyébként érdemes lenne egy pszichiáternek át gondolni és beszélgetni róla, hogy látja mondjuk ezt egy olyan szakember, aki az emberi elmének a különböző vizsgálatával foglalkozik. Tehát ugye most félmondattal említette, hogy ha úgy van, akkor nyilvánosságra hozzák. Innen is, onnan is hallani videófelvételekről. Tart ettől? Már hogy velem kapcsolatban? Igen. Velem kapcsolatban nincsen semmi különös olyan, amitől tartanék. Nyilvánvalóan az, hogyha az ember közszereplő, akkor fel kell készülni arra, hogy minden mozdulatát felvehetik. És nekem ezzel kapcsolatban milyen videófelvételeket? De beszéljük meg. Én nem, szerencsére nem láttam egyet, csak mondogatják, hogy van
a Borkaiéknál is önről van, önnek is a Borkaiékról. Hát olyan biztos, hogy nincsen róla, mint amilyen a Borkai polgármester úrról volt, tehát ilyen jellegű nincsen. Aztán... De ilyen kampányra készül? Ilyen kampány lesz. Szerintem ilyen kampány. Mi, megmondom őszintén, nem ilyenre készülünk, tehát mi egy munkakommunikációt fogunk folytatni. Én csak azt mondom, tehát amikor beszéltem erről, hogy az ő belépési, az antréi, azok olyanok, amik mindenképpen egy jó érzésű embert visszataszítanak. És nem csak azért, mert hogy ezt hallani, hanem azért, mert ő szemtől szembe ezt mondja. Hát látjuk, tehát amikor ő azt mondta, hogy Gyac elnök lett, és kis lépés ez Borkainak, de nagy lépés Győr városának, akkor világosan látszik, hogy énképp zavara van, hiszen őt Győr városának ezt nagy lépésnek tartja, személyesen meg kis lépésnek, tehát ő fölé helyezi magát Győr városának. Tehát azért mondom, hogy érdemes lenni szakemberrel beszélgetni, hogy ő hova helyezi magát az univerzumban, de nem azért kell fel a nap, mert Dézsi Csaba András bejön dolgozni, és nem azért kell fel a nap, mert Borkai Zsolt fölkelt reggel. Tehát úgy gondolom, hogy az embernek el kell magát helyezni a társadalomban oda, hogy hasznos tagja tud-e lenni a társadalomnak, vagy pedig úgy gondolja, hogy a társadalom dolgozzon azon, hogy ő jól érezze magát. Én egy hasznos tagja akarok lenni a társadalomnak, és igyekszem erre. Az, hogy ő ezt hogy gondolja, azt látjuk, hogy nem egészen így. A felvételekkel kapcsolatban pedig nyilván én is hallok dolgokat. Engem fenyegettek meg ilyen felvételekkel, de hát semmi probléma ezzel nincsen. Én pontosan tudom, hogy mi miért történik, és pontosan, hogyha megnézünk egy filmet, biztos el fogom tudni mondani, hogy miért történt, és állok elébe ennek az egésznek. De akkor ön is tud erről. Miről? Hogy van a csőben egy felvétel. Nincs. Nincs. Tehát a csőben általában ugye azt mondjuk, hogy a fegyver csőben valamiféle hatékony lövedék. Nincs. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Az ellenzék úgy tekint Győrre, mint ami, ha ön nem is így tekint rá, de mint ami megosztottság miatt, és kicsit a fideszes belharcok miatt akár nyerhető nekik. Úgy készülnek, ön most tett többször utatást. De egyébként nálunk zsákba macskát, akkor beszéljük a felvételről. Arról van szó, hogy a feleségem rosszul lett egy eseményen, és én fogtam és hazavittem. Igen, és ugye erről azt mondják, hogy nem rosszul lett. Vannak olyan emberek, akik nem odajöttek, megkérdezték, hogy segíthetek-e, hanem elkezdtek feltétlenül videózni. Én nem mondom, hogy ez a segítségnyújtás elmulasztását jelenti, de azt, hogy etikailag, erkölcsileg megkérdezhető, az egészen biztos. Uh-huh. És ha kell a feleségemnek, ki el is el fogja mondani, hogy ő hogy érte meg ezt az egészet, és hogy éli meg azóta is ezt az egészet. De azok az emberek, akik hogy mondjam, örömlányokban és gazdasági visszaélésekben és családi erőszakban élik az életüket, azok nem tudnak kilépni ebből a körből, és máshol is ebben a körben gondolkodnak. A normális emberek agyával gondolkodnak, a kevésbé normális emberek pedig a saját világukban élnek, és abban fantáziálnak. Ez a különbség a kettő között. Polgármester úr, én annyira örülnék, hogyha Győr eredményeiről beszélgetnénk, hogyha arról beszélnénk, hogy ez újult meg, az újult meg, és mégis, csak mondom, hogy az egész országos médiában Győr 19 óta biztosan bulvárhírként kerül be, most is hát azért, bulvárhírként kerül be. Beszéljük az eredményekről, nagyon szívesen beszélek róla. Tud-e eredményorientált kampányt vinni? Mi azt fogunk csinálni? Tehát gyakorlatilag az egész kampány arról szól, az a véleményem, hogy Győrvárosnak az erejét, az itt élő emberek szorgalma, tehetsége és munkája adja. Tehát itt ugye az, hogy Győrben csak megszületni nehéz, ez nem igaz. Győrben szorgalmas, okos és tehetséges emberek élnek, és akik ide jönnek. Tehát például, amikor arról beszélek, hogy az erkölcsösség után vissza kellett adnom Győrváros lelkét, ilyet csináltunk, tehát abból indultunk ki, hogy Győrbe nagyon sok ember jön úgy, hogy nem itt született, nem itt nőtt fel, nem tudja azt, hogy Győrvárosnak milyen értékei vannak, miért jó Győrben élni, miért olyan stabil a város Győr. Mi a történelme például, és ezért csináltunk olyan anyagot, felkértünk szakembereket, akik pedagógusokat, akik megírtak egy általános iskola felső tagozat és egy gimnáziumi tananyagot Győrváros történetéből, és ma Győrben lehet érettségizni Győrváros történetéből. Van ilyen tétel, hogy Győrváros története. Tanítják Győrvárosában Győrváros történetét azért, hogy az emberek, a gyerekek megtanulják azt, és akik nem így nőttek fel, elmondhassák a szüleiknek, hogy Győrvárosában mi miért történt, és miért ilyen fejlett a város. Tehát én a Győrnek a lelkületét. Én azt szoktam mondani, hogy Győrben alapvetően sok mindenben eltérhet a vélemény az embereknek, hiszen egy családban is eltér a vélemény, de azért vagyunk, hogy megbeszéljük, és alapvetően, hogyha
hogyha megkérdezi, hogy mi tart engem a Fideszbe, és miért vagyok én Fidesz tag, az olyan magyarságban gondolkodik a miniszterelnök, és abban gondolkodik, hogy a magyarság megmaradhasson itt Közép-Európában. Nekem ez a legfontosabb, mint magyar embernek és távlati cél. Minden más meg lehet beszélni. Tehát nyilván rengeteg probléma van, rengeteg nézeteltérés van, de meg lehet beszélni, olyan meg úgy sincs, hogy mindenkinek tetszik. Tehát nyilvánvalóan az a lényeg, hogy haladjunk szépen előre, és túléljünk mindent, világjárványt, gazdasági válságot, energiaválságot, háborút, azt lehetően kerüljük el. Ugye előbb már fél mondattal utaltam rá, hogy az ellenzék úgy tekint azért Győrre, mint ami egy nyitott kérdés, nem teljesen lefutott meccs. Jelenleg úgy tűnik, hogy az ön által már említett Pintér Bence az, akit legalábbis több ellenzéki párt támogatni fog, hogy mindegyik támogatja, az majd kiderül a végén. Önöknek látványos csörtéik vannak fönt a neten, innen-onnan, amikor ő megpróbálja önt megszólítani. Hát azért... És én megállok, válaszolok, majd azt mondja, hogy elfutottam. De hogy azért minden esetre, hogyha valaki nem ismeri a viszonyokat, csak lát egy ilyen felvételt, arra azt mondaná, hogy látványos csörtéik voltak. Mennyire tart attól, hogy az ellenzéki jelölt, akár Pintér Bence, nevető harmadik lehet ebben a helyzetben, ami itt kialakult? Hát ő most nevető harmadiknak gondolja magát, de úgy gondolom, hogy az emberek a stabilitásra törekszenek, arra, hogy Győr városa megőrizze azok az értékeit, amik vannak, stabil maradjon és fejlődjön. Pintér Bence nem az a karakter és nem az a kaliber, aki erre képes lenne. Tehát egy alkalmatlan ember, aki magát magasabb porcra helyezi jelen pillanatban. Azt, hogy ezt támogatják pártok, ezzel nekem semmi probléma nincsen. Tökéletes ideális ellenfél. A Pintér Bence kapcsolatban egyetlen dolgot jegyeznék meg, gyakorlatilag 3,5 évű abból él, és az LMP fizeti ezt nyilvánvalóan párt finanszírozásból, hogy azt érjen. Mert korábban, csak hogy a nézők is tudják, az Azonnalinak volt a főszerkesztője, ami ugye Ungár Péternek alapja volt. Azt írja le minden nap, hogy a Dézsi miért hülye. Tehát nagyjából erről szól az ő művészete, vagy munkája. És létrehozott egy olyan Győr összefog csoportot, amit amikor meghaltak emberek a Covid-ba, tényleg emberi tragédiákra építve, az emberi félelmeket kihasználva, hogy segítsük egymást győriek a Covid idején. Majd ezt átfordítja egy politikai kampány oldalba. Szerintem ez egy erkölcsellenetikátlan dolog, de nem baj, nem az én tisztem ezt megítélni, ez egy vélemény a győriek vélemények közül, szóval a győriek el fogják dönteni, hogy ezt az embert, aki szerintem, ez is egy vélemény, alkalmatlan városvezetőnek, megválasztják-e egyáltalán képviselőnek is, szerintem arra is alkalmatlan. Nem baj, indulnak minél többen, annál jobb. Úgyhogy valójában nem látok ebben a kettő jelenlegi jelölt-jelöltben, mert még ilyenkor jelölt-jelölt mindenki, olyan potenciális lehetőséget, hogy ők alkalmasak lennének Győr városának a vezetésére, de ez csak egy őszinte vélemény, tehát én nem szoktam kertelni, van, aki ezt nem szereti, természetesen. Győr ugye lehetne az egyik leggazdagabb város, már csak az Audiból származó bevételek miatt is, de közben Győr az, amelynek az iparűzési adóból hát azért jócskán vissza kell adni a szolidaritási adó címén. Ön elég jó viszonyt ápol Szijjártó Péterrel. Van-e arra lehetőség, ráhatás, hogy az a pénz, ami Győrnek nyilvánvalóan jól jönne, az nagyobb arányba maradjon így Győrbe? Tud-e például, mert nyilván a választók szempontjából az például egy érv lehet ön mellett, hogy hát egy fideszes nyilván könnyebben beszélget egy fideszessel, és könnyebben jár ilyen dolgokat ki. Úgy látom, hogy nem igazán ez alapján múlik akár miniszterelnök úrnak a gondolkodás, akár a pénzügyminiszter úrnak, tehát ők országban gondolkodnak, és ország működőképességének a megőrzésében. De köszönöm a kérdést, mert nyilván erről valószínűleg nem olvashatott, úgy tudjuk, úgyhogy most elmondom. Szerintem még sehol nem olvasott, mert csak a rádióban mondtam el, de ez nem volt olyan, amit érdemes lett volna kiforgatni. Én pár hónappal ezelőtt átadtam miniszterelnök úrnak személyesen egy javaslatot, hogy a szolidaritási hozzájárulás ellenén már 3,5 éve beszélek, hiszen nem csak Győrtől vonják el, hanem a nagyvárosoktól, csak nem mindegyiktől, de Győrben egy speciális helyzet van, hiszen itt 1,6% az iparűzési adó, általában 2% mindenhol, és ez ennek a szolidaritási hozzájárulásnak a kiszámolása úgy történik, mintha 2% lenne. Tehát nekünk ez egy igazságtalanul magas adó szerintem, vagy befizetendő összeg, de nem is kell befizetni, mert levonják, úgyhogy ilyen nehézség nincsen.
leadtam egy olyan javaslatot, hogy miután Győr több mint egy város, és a Győr város környékén élő emberek is Győrbe járnak dolgozni, ide hozzák a gyerekeket iskolába, óvodába, használják az infrastruktúránkat, a közlekedésünket, parklóinkat, ugye beszéltünk erről is. Ennek következtében úgy gondolom, hogy ez a szolidaritás, ez a környező településekkel kapcsolatban akkor igazságos, hogyha ennek egy részét, mondjuk 30%-át az utak fejlesztésére tudjuk használni, amit használ, csak a győriek használnak, 30%-át a tömegközlekedésre tudjuk használni, fejlesztésre tudjuk használni. Hát amikor Borkaitól megörököltem a várost, 20 év fölött volt az autóbuszoknak az átlag életkora. Ezt úgy szorítottuk le 10 év alá jelenleg, hogy 51 buszt vásároltunk. 51 buszt kell. Annyira jó volt a tömegközlekedés, abban tökéletesen szuper időben, hogy 20 év fölött volt. Na, tehát lényeg az, hogy tehát 30%-ot az utak fejlesztésére, 30%-ot a tömegközlekedés fejlesztésére, 30%-ot pedig a parkolás, mélygarázsok, parkolóházak építésére használni, és hát 10% maradna meg, hogyha mindet el tudjuk úgy használni, hogy érdemlegesen. Ott tart a történet, hogy ezt ő továbbadta aztán a minisztereknek, és ott tart a történet, hogy most már tárcaközi egyeztetés folyik arról, a javaslatról, amiből aztán az lett, hogy ha minden igaz, akkor 25-re a 24-es befizetett adókból már 25%-ot a városok nagyjából ebbe a körbe, de egy tágítottabb körbennél visszafognak, visszaigényelni. Akkor nyitottságot talált miniszterelnök. Ami 3 milliárd forintot jelent Győr város életében. Tehát köszönöm a kérdést, mert erről nem beszéltünk egyébként, de szerencsére. Erről még nem akartam beszélni, mert most kezdődik a tárcaközi egyeztetés, de hogyha ez átmegy, akkor megmondom őszintén, akkor működik a rendszer. Magabiztosan megy neki a választásnak? Hát én versenyző típus vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy én azért a akut szívbeteg ellátásban dolgozom. Hát ha úgy mész oda egy beteget újraeszteni, hogy ez nem fog sikerülni, akkor az nem fog sikerülni. Tehát az Etónál mi volt a probléma a focistáknál? Mikor az előző tulajdonos kitűzte azt a célt, hogy fel akar jutni az NB1-be, de az 1-től 10. helyet célozták meg az NB2-be, akkor világosan látszik, hogy a második akkor sem fog feljutni, vagy nem tudom, hogy hány jut fel, de mondjuk harmadik biztos, hogy nem. Tehát ha nem az első helyet célozza meg az ember egy versenybe, akkor az bukta pozíció. De ezzel együtt soha nem mondtam azt, hogy győzön a Jobbik, mert úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincs olyan súlyú ellenfél, aki alkalmas lenne a város vezetésére. Nyilván, hogyha van, akkor én örömmel veszem ezt, és nézzük meg azt, hogy tényleg ő mit tud javasolni, mert én azt hiszem, hogy programok mentén kell politizálni, és városfejlesztés mentén kell politizálni, mert városfejlesztés nem feltétlenül csak az építésekben és a beruházásokban nyilvánul meg, hanem a városnak a mentális fejlesztése, például ott van a kulturális központ. Ugye? Mit hallott róla? Hát, hogy lekerült a napirendről. Ugye milyen meglepetés lesz, ha mégse? Milyen meglepetés lesz, ha mégse? Tehát hiteles forrásból kell tájékozódni. Ezt most nem mondom el egyébként, mert nyilván megfúrni dolgokat könnyebb, mint segíteni dolgokat, de nem került a napirendről. És számos meglepetés lesz még, ami a város fejlesztésével kapcsolatos, olyan léptékű fejlesztés, amit korábban az elmúlt 15-20 évben el tudtak képzelni. Egyébként megcsináljuk például Győrvárosban az ipari parkfejlesztésnek a legnagyobb fejlesztését. Még egyszer akkora ipari parkot építünk, mint ami most van. Úgyis betelt az ipari park. És ugye ott is mi volt, hogy a gazdák tüntettek, és most hogy állunk jelen pillanatban? Minden földet eladta a gazdák. És önként. Tehát nem kell kisajátítani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy tárgyalni kell az emberekkel, ez nekem jól bevált, betegekkel is így is szoktam, hogy jól kell, mi a panasza, mibe segíthetek. És leültünk a gazdákkal, beszéltünk, és megoldottuk a problémákat. Úgyhogy az ipari park fejlesztés pedig arról szól, hogy Győr városában alapvetően nagyon fontos az autóipar és a köré épülő ipar, viszont nagyon sok más szegmens is meg kell nyitni, mert egyébként bármikor, Covid mutatta, hogy bármikor baj lehet. És alapvetően az is látszik, hogy nagyon leszűkülnek a lehetőségek egy olyan helyzetben, amikor a közlekedés leáll, amikor az embereknek megváltozik az élete. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy több lábon álljunk. Azzal együtt, hogy az Audi nagyon fontos szerepet tölt be Győrváros gazdasági életében, meg most már kulturális életében is. És ott van az egyetem például, amely benn vagyok a kuratóriumába. Ez is felmerült, hogy egy politikusnak miért kell benn lenni egy kuratóriumba. Hát egyrészt, hogy egyetemi tanár vagyok az egyetemen, másrészt pedig úgy gondolom, hogy a polgármesternek, mint a város vezetőjének jó, hogyha benn van a kuratóriumba.
mert ez nem csupán az oktatásról szól, hanem egy város fejlesztésről szól. Ha fejlődik az egyetem, akkor fejlődik a város. Az egyetemnek tudni kell azt, hogy merre fejlődik a város, hiszen nem magáért van az egyetem, hanem a városért és az országért. Tehát az egyetemnek ugye az a dolga, hogy a gazdaságot kiszolgálja lehetőleg munkaerővel, olyan képzett munkaerővel, akik aztán megtalálják az egyéni számításukat az életükbe. De egyébként azt szoktam tanítani az egyetemen, ott is tanítok, hogy csináld azt, amit szeretsz, és boldog ember leszel, és miután azt csinálom, amit szeretek, egy boldog ember vagyok. Köszönöm szépen, polgármester úr.